Ábrahámék szolnoki lakásán járt stábunk. A két önkéntes angyal, Lara és Dorka Lara testvérét, Lizát is édesanyját, Gabriellát is bevonva 123 Mikulás csomagot rakott össze, amit a csenyétei óvisok és alsós diákok kapnak majd meg. Láttam róla egy dokumentumfilmet, még nagyon kicsi voltam, és én elhatároztam, hogy szeretnék nekik segíteni, de nem tudtam, hogy hol kezdjük el, és beavattam Dorkát, és neki is nagyon tetszett az ötlet, és így elkezdtünk rajta együtt ötletelni. A lányok teljesen maguktól önállóan vágtak ebbe bele. Kezdtek el plakátozni, hirdetni az adománygyűjtést, bekopogtattak a hivatalokba, így a város polgármesteréhez is, aki végül egy teherautót szerzett, hogy legyen mivel levinni az adományokat. Olyan megható. Ugye a lelkedik tud hatolni, mert egyszerre szomorú, de egyszerre jó érzés is azokkal a gyerekekkel lenni. Látod, ahogy szeretnek, és ahogy felnéznek rád, pedig nem csinálsz. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami akkor ennek egy teljesen hétköznapi dolognak kéne lenni, hogy minden ember ezt csinálja és segít nekik. Mégis ők azt hiszik, hogy mi teljesen nagy csodát csinálunk velük, és utána hazajövünk, és gondolkozunk, hogy ők vajon ott a hidegben mit csinálhatnak, és nagyon rossz érzés. Tavaly karácsony előtt indult el Csenyétére a fuvar. A lányokat a szülők szállították, mögöttük haladt a kamion. A két lány természetesnek vette, hogy akciójuk nem egyszeri alkalom volt. Idén is belekezdtek a gyűjtésbe, de sajnos a válság az adományozásnál is kézzel fogható. 2021-ben Lara mondta el nekem a gyűjtést, hogy mit szeretne csinálni, és akkor ezt megbeszéltük, és a kicsi dióban találkoztunk György Lászlóval, és akkor vele beszéltük meg először ezt az egészet. Tavaly sokkal több tartós élelmiszert, tisztálkodószert sikerült. Így ruhákat, játékokat a gyerekeknek vinni. A Mikulásra kapott édességeik egy részét is beadták a közösbe. Nagyon sokan mellénk álltak, szinte mondhatom, hogy az egész város. A Fiumei úti általános iskolában kezdtük el a gyűjtést. Ott is szülők, a gyerekek is segítettek. Nagyon sok barátunk, nagyon sok magánadomány volt, nagyon sok mindent kaptunk, olcsóbban kaptunk krumplit, olcsóbban kaptunk nekik joghurtot, illetve rengeteg, de rengeteg barátunk. Szinte azt mondhatom, hogy mindenki mellénk állt, és mindenki hozott valamit. Ha csak egy kiló lisztet, a másik csak egy liter olajat. Volt, aki olyan nagy adományt adott nekünk átlagember, hogy összeszámolva olyan 50 ezer forintot is kóstált az, amit ők összeraktak. Tehát nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki mellénk állt. Mondom őszintén, hogy 2020-ban Lara elém állt, hogy őneki lenne ez az ötlete, és hogy jó lenne, ha bejuttatnám a polgármesteri hivatalba. Én akkor a pandémia kellős közepén azt mondtam neki, hogy szerintem most gyerekek ezt nem kellene, mert nem biztos, hogy erre most van idő vagy lehetőség, és ők megcsinálták nélkülünk. Egyszer volt egy ilyen gyűlés, ahol odaléptek az egyik, nem tudom, hogy a polgármesterhez, vagy valamelyik kormánybiztoshoz, megbeszélték velük, egy hét múlva már ott voltak és tárgyaltak róla. Tehát nagyon-nagyon ügyesen egyedül ők megkerülve bennünket 13 és fél évesen megcsinálták. Tavaly voltunk Csenyétén, az idén is megcsinálták. Mi szülőknek azért nagyon nagy koordináció ez, hogy melyik adományt hova vigyük, mit vigyünk, segítsünk nekik, de ők egyedül, ügyesen és nagyon szépen összefogják ezt a dolgot. Nagyon szépen kinőtte magát ez a kezdeményezés. Jelen volt az átadáskor? Jelen voltam. Milyen érzés volt az egész? Hát, amikor legelőször mentünk tavaly, akkor olyan mély szegénységbe csöppentünk, amilyet mi még soha nem láttunk. Pedig azt gondoltuk, hogy ennyi idősen már biztos láttunk mindent az életben, hát ez nem így volt. Ott tényleg mély szegénység van, ott tényleg kettő házon volt a kéményből füst, tehát volt vagy 20-30 ház, omladozó házak. De mikor beléptünk az iskolába, tehát azt a szeretetet a gyerekek szemébe, egyben szomorú és egyben felemelő volt ez az egész. Az idén már szinte hazamentünk, vártak bennünket, minthogyha ezer éve ismernénk egymást. Nekem fantasztikus élmény, a legnagyobb élmény, az egyik legnagyobb élmény az életemben. Nagyon büszke vagyok a lányokra. Több száz könyvet is kaptak felajánlásként, így összejött egy teherautónyi csomag. Lara édesapja turkevei, így a kisváros karácsonyi falujában is gyűjtöttek Lara és Dorka akciójához, így idén is mosolyt tudnak csalni a csenyitei gyerekek arcára.